Középpont. Aktuális közéleti és hitéleti hírek Magyarországról és a nagyvilágról. Elemzések, vélemények, valóságértelmezés. Középpont. A mindennapokról szólunk, nem mindennapi módon. Hétfőtől péntekig, 10-től délig itt a Hit Rádióban. Középpont. Iránytű a pólusok között. George Floyd halála óriási botrányt kavart az Egyesült Államokban. Ugye 2020. május 25-én történt az eset, hogy egy fehér rendőrtiszt, Derek Chauvin, hát elég erőszakos módon lépett fel George Floyd nevű fekete bőrű férfival szemben, majd 9 percig térdelt a nyakán, és ennek következtében George Floyd életét veszítette. Azóta állandóak a tüntetések az Egyesült Államok egész területén, sőt Európában is voltak már tüntetések, és egyébként a héten rendezték meg George Floyd nagyszabású temetését is. A téma kapcsán vendégünk és helyszíni tudós Vizin Balázs, az ATV külpolitikai tudósítója, aki Atlantából jelentkezik. Szia Balázs, szeretettel köszöntelek a Hit Rádióban. Szia Szandra, köszönöm szépen, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nos, hát akkor térjünk is rá, hogy a legfrissebb eseményről beszéljünk. Ugye George Floyd temetése most volt a héten. Mit lehet tudni, hogyan zajlott ez a temetés, mennyire volt nagy a visszhangja, mennyire volt botránymentes? Maga a temetés az ugye egy szűkebb körű tiszteletadás volt, egy 500 ember vett rajta részt Houstonban, ez ugye kedden volt, és előtte már az előtte levő napon felhatalmazták, és akkor viszont a nagy nyilvánosság is tiszteletét tett, és nyilván több ezeren mentek el, és tették tiszteletüket előtte. És viszont maga a temetés az egy zárt nap körül volt, tehát nyilván magáról a szertartásról készültek felvételek, illetve azt közvetítették, illetve azt meg lehet nézni most is. Aha. És ott a családtagok, a barátok, Joe Biden reménybeli, mármint hogy a demokratáknál egyelőre úgy tűnik, hogy ő lesz a jelölt, illetve korábbi alelnök, ugye ő egy videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket, és búcsúztatta el George Floydot, de különösebb rendbontás, nem, semmilyen rendbontás nem volt, hát nyilván ez egy polgári rendezvény volt ilyen értelemben. Még korábban egyébként ez elkezdődött múlt héten csütörtökön, akkor még nem Houstonban, hanem akkor még Minneapolisban ravatalozták föl, ugye egy ilyen arany koporsót kell elképzelni, és ott is egy ilyen közel 2 órás szertartást búcsúztak el tőle, és így később került át ugye Houstonba, és akkor ott helyezték végső nyugalomra. És egyébként most hogyan állnak a tüntetések? Kicsit azért úgy visszábszorultak, vagy azért még zajlanak, és mennyire mondhatóak békéseknek, vagy mennyire agresszív demonstrációkról van szó? Ez is változó. Ugye nyilván a hétvégén, amikor ugye az emberek mobilisak vagy jobban tudnak menni, akkor voltak az igazán nagy gyűlések. Tehát, hogy akkor tényleg tízezres vagy akár százezres tömegek mozdultak meg, és vettek részt ezeken a tüntetéseken. Ezeknek a tüntetéseknek is a többsége békés. Most is nyilván hétközben is zajlanak tüntetések, és amennyire én tudom, a többségében azért ezek már békés tüntetések. Azzal együtt, hogy időnként azért előfordulnak a tüntetés sorozat elején is tapasztalható vandalizmus, rongálás, vagy fosztogatások. Igen. Igen, szóval, hogy azért nyilván ez még előfordul, de azért már úgy tűnik, hogy ez normalizálódik. Hát most sokkal inkább ugye egy ilyen, keresik az egészre a választ, meg a megoldást, hogy próbálnak választani mind a demokraták, mind a Trump elnök, tehát hogy mindenki próbál
próbálja kezelni ezt a helyzetet úgy, hogy megnyugtató választ adjon, hogy megnyugtató választ szülessen. Ugye Trump például sokáig kritizálták, hogy ahelyett, hogy twitterezett volna, vagy ilyen félmondatokban kommunikált volna ezzel az egésszel kapcsolatban, már rég ki kellett volna állni, és egy nemzethez címzett üzenetben, ugye, ami esténként élőadásban szokott elhangzani, mikor erre szükség van, megnyugtatóbb gondolatokat közölni. De nyilván a demokratákat se kell félteni, mert ők meg kihasználják ugye a lehetőséget a tekintetből, de hogy ilyen módon ők is igyekszenek politikai tőkét kovácsolni ebből. Tehát most egy kicsit talán elmozdul ebbe az irányba. Tehát most már demokraták jöttek ugye javaslatokkal, hogy mit kellene tenni, akkor ezek között fölmerül többször, hogy ugye a rendőrséget nem megszüntetni, de hogy mondjuk átszervezni, vagy újra szervezni. Tehát ugye itt is azért sok ilyen fogalmi kérdés van, ami még nem tisztázott. Igen, e körül olvasni valóban, hogy mennek a viták, de akkor még a tüntetések természetére visszatérve, akkor igazán kirívó, durva esetek, fosztogatások jelenleg most úgy nincsenek? Tudomásom szerint nyilván én mostanában nem olvastam, vagy nem találkoztam, vagy nem láttam olyan jellegűeket, mint a legelején voltak, vagy olyan méretűeket, mint amik a legelején voltak. Igen, hogy Chicagóról lehet például olvasni, hogy ott nagyon megugrott a gyilkosságok száma, és a rendőrök nem nagyon tudnak magával a bűncselekményekkel foglalkozni, mert inkább a rendbontókat kell valahogy megfékezni. Így van. Tehát azért mondom, hogy nyilván még azért van ezzel bőven gondja a rendőrségnek. Másrésztről pedig, hát ugye most így a rendőrségnél is azt lehet látni, hogy most már eddig nagyon sok volt arról, hogy itt egy politikus probléma van, tehát hogy a rendszer szintű probléma van a rasszizmus tekintve ugye a rendőrségben, de ugye most már azért a rendőrök is kezdik hatni a hangjukat, és hát enyhén szóval kikérik maguknak némelyek, hogy most oké, vagy nem oké, de hogy nyilván van egy-két, vagy van néhány olyan rendőr, mint amilyen ez a rendőr is volt, aki ugye nehéz, nem, tehát nehéz ezt így máshogy látni, mint hogy ez nem egy ilyen jellegű... rasszista töltetű. Így van, cselekedet volt részéről, mert ez egy 8 perc, 43 másodpercig térdelni valakinek a nyakán, úgyhogy az közben könyörök, hogy ezt abból videózzák, több irányból kérik, hogy a kívülről kérik, hogy ne csinálja ezt. Tehát, hogy nyilván ez egy brutális kivégzés volt ott, akár erre készült, akár menet közben változzá, vagy akár nem erre számított, vagy nem ennek erre. Bár hozzáteszem, állítólag Amerikában ez egy bevett rendőrségi módszer vagy eszköz, tehát hogy ez szabás elvileg, hogy valakinek a nyakán térdelnek, hogy így fékezzék meg az illetőt, nem tudom. Hát igen, gondolom ezt fogják vizsgálni, de ebben ugye azért úgy, ugye ez egy nagyon erős videó, ami ugye bejátszágot, és egy nagyon tényleg így maga nagyon brutális, tehát hogy így ez igazából ez az oka annak, ami miatt ez az egész így ekkora teret kapott, vagy ami ekkora felháborított ki. Igen. Egyébként ez mennyire téma, hogy például a rendőrségi eszközökben, fellépésben változtatni kéne az Egyesült Államokban, mert hogy mondjuk túl erőteljesek vagy brutálisak is lehetnek? Hát ugye ez mindig téma, tehát hogy most ezek ennek az ügynek kapcsán ez most mindig felmerül, különböző protokollok akarnak vezetni, hát amiben az ellenőrizhetőség és az átláthatóság jobban működik, tehát testkamerákkal minden rendőr felszerelni, aki kikapcsolja a testkamerát, az fölfüggeszteni, vagy főleg ilyen kritikus rendőri intézkedésben, mondjuk tragédiában, végződik. Tehát keresik ezekre a konkrét intézkedéseket, a konkrét válaszokat, hogy ezt hogyan lehet majd jól kezelni, vagy hogyan lehet jól megoldani, de mindenképpen új protokollokban, meg új rendszerben gondolkoznak, hogy ilyen minél kisebb eséllyel tudjon előfordulni még ilyen tragédia. Nyilván ugye az meg azért a másik oldala, hogy Amerikában ugye él, nem tudom, közel 320-330 millió ember, és ehhez képest ennél jóval több fegyver van kint a lakosságnál, tehát talán amit az eltes adatot láttam, hogy 370 millió fegyver van kint. Tehát azért ugye Magyarország
például egy rendőr igazoltat valakit, hát nem nagyon kell attól tartani, hogy ott fegyver fog előkerülni. Itt viszont, hogyha egy rendőr igazol valakit, akkor könnyen előfordulhat, hogy... Előkapja a stukkert. Most nyilván az adott ügyben ez már irreleváns, mert hogy ugye ez a férfi meg volt már bilincselve, és úgy földön, szóval csak ezt így zárójelbe zár. Igen. És egyébként a tüntetők, akik mármint békés, most nem a fosztogatókra gondolok, mit követelnek, vagy mit szeretnének elérni? Hát igazából ugyanezeket a garanciákat. Tehát ugye itt két dolog, tehát szerintem egyrészt ez időzítést tekintve, ugye amerikai nehéz időszakon túl, ugye maga a karantén, maga az, hogy meghalt több mint 100 000 ember ugye ebben a járványban, a koronavírus járványban, és ugye csak 40 millió munkanélküli lett ugye azokban a hetekben, amikor ez az egész tetőzött, úgymond. És azt is látni kell, hogy ugye egyébként a járvány az a fekete lakosságot sokkal súlyosabban érintette arányaiban, mint a fehér, vagy az ázsiai, vagy a hiszpánik, tehát a spanyol ajkúakat. Tehát, hogy sokkal nagyobb arányban, tehát, hogy nagy vesztesége volt a feketéknek. Ugye ezt hetekkel ezelőtt gondolkoztak, hogy ennek mi lehet az oka. Hát nyilván egészségügyi okai vannak, tehát több, nagyobb arányban vannak közöttük elhízottak, cukorbetegek, tehát akiknek nyilván nehezebben veszik az akadályt egy ilyen vírus. Rosszabb egészségi állapotban van. A szegénység is nyilván nagyobb közöttük, tehát nyilván minden, ami a szegénység jár, stressztől kezdve az életkörülményeik, ez sokkal kiszolgáltatóbbá teszik őket. Tehát éppen ezeket a lakosságban van egy nagy vesztesség a járvány miatt, és gondolhatod, hogy a munkanélküliség iránta is őket érinti kiemelten. Tehát ugye, hogy nyilván és hogy az egész egy ilyen időszakba robbant be, tehát hogy miközben van egy alap életérzésük is sokaknak, tehát azért nagyon sok beszélgetést néztem ezekben a napokban én is, hogy megértsem ezt az egészet. Aha. És azért tényleg van egy ilyen alapérzésük, hogy papírforma szerint mindenki egyenlő, de hogy a gyakorlatban ez nem feltétlen mindig valósul meg. Tehát, hogy ha megállít egy rendőr egy fekete vagy egy fehér autó, és igazoltatja az abban ülőket, vagy a sofőröket, akkor nagyobb eséllyel, tehát máshogy viszonyul, és már ezt érzik sokan, és hogy ez egy kicsit most így úgy tűnik, hogy így betelt, vagy egy kicsit ez így túl... Igen, szóval hogy a nagyjából... Az elégedetlenség, ugye most... Így van. Tehát, hogy betetőzött. Igen, szóval most egy kicsit túl sok volt, tehát minden irányból túl sok volt, és hát ez meg ugye ez ráadásul tényleg egy nagyon erős tartalmilag, meg mondom látványra, hogy ez egy nagyon-nagyon súlyos eset volt, konkrétan ez az eset, amin az egész kirobbant. Világos. Egyébként arról mit mondanak, hogy a rasszizmus mindig is probléma volt az Egyesült Államokban is, de hogy ez mennyire rendszer szintű, ez vizsgálható-e így egyáltalán? Hát ez ezekben a napokban zajlik, tehát hogy ezt próbálják felmérni, hogy ez még maga az is, hogy mit jelent, hogy rendszer szintű. Hát ez az. Igen, tehát hogy ugye, mert hogy az, hogy vannak nyilvánvalóan egy-egy eset, amikor ez bizonyítható, ugye talán ez az egyik legnehezebben bizonyítható dolog, mert ugye ha csak nem mond csúnya dolgokat rá, ami a bőrszínére vonatkozik, akkor ez ugye azért nehezen bizonyítható, hogy a motivációját illetően mondjuk egy rendőri intézkedés során. De nyilván mondom, szóval ez a fajta fájdalom, vagy ez a fajta hozzáállás a feketék azért általánosnak érzik. De ezzel párhuzamosan eszembe jut nyilván a néhány éve volt egy Oscar gála, ahol szintén egy afroamerikai színész ugye tartotta magát a gálát, és akkor ott kiosztotta igazából a színpadról, ugye emlékezetes az afroamerikai lakosságot, úgymond, nyilván ő ezt megtehette, hogy rendőr igazoltat, akkor hogy kell viselkedni, szóval nyilván, én azt mondom,
kékek és a rendőrök, illetve a feketék között, ugye ez egy több évtizedes ilyen feszültség, ami hát nyilván meg kell adni a garanciákat, hogy a biztonságban érezzék magukat, ilyen módon a feketék, hogy ne érezzék magukat. Megkülönböztetve szerintem erre fognak találni megoldást. Hát nyilván vannak szélsőséges megoldások, hogy felosztani a rendőrséget, meg nem tudom, de mondom, hogy ezek az fogalmak is még nincsenek igazából ki mire gondol ez alatt. Igen. De szóval ezeket a garanciákat szerintem most próbálják kidolgozni, hogy ez megtalálni. Megnyugodhasson. Világos. Nos, és hát ugye említetted, illetve utaltál rá te is, hogy nagyon nehéz helyzetben van most az Egyesült Államok abból a szempontból, hogy talán még nincs is túl a koronavírus jelentős veszélyén, munkanélküli gazdasági nehézségek, és most rájön ez a George Floyd-dal kapcsolatos tüntetés hullám sorozat is. Ez mind beárnyékolhatja ugye a választásokat, ami most novemberben lesz. Donald Trumpnak hogy áll most a szénája, a népszerűsége? Amiket én láttam, ilyen kutatásokat, azok alapján nem jól, vagy nem igazán jól, de hát a Trumpról ugye azt lehet, hogy ő nagyokat tud fordítani időnként. Hát nem tudom, hogy erre lesz-e ideje, vagy ereje, vagy eljája. Meg hát ugye még a jelölőgyűlések, a nagy jelölőgyűlések ugye előttünk vannak, hát ugye nem kérdés, hogy a Trump lesz, ugye a republikánusok, ez nem is kérdés. A tulajdon egyébként még elvileg lehet kérdés, mert ugye vannak arra évek, hogy még ha esetleg hogy lehetne behozni más szereplőt, de ez is egyre kevésbé látszik valószínűnek, pontosan azért, nem a Joe Bidennek a népszerűsége az jön föl. Nagy gyűlések azok most nyilván nincsenek a vírus miatt, illetve az óvintézkedések miatt, bár tüntetések ugye egy kicsit ezt így relativizálják, tehát hogyha tüntetni lehet, akkor ugye nyilván már vannak olyan hangok, hogy akkor miért ne lehetne nagy gyűlést is tartani. Igen. De még nyilván az elkövetkező hónapok azok izgalmasak lesznek mindkét jelölt számára. És akkor azt is mondhatjuk talán, hogy nagyon a közösségi médiára is helyeződhet a kampánynak a hangsúlya. Igen, abszolút. És hát ugye Jared Kushnernek köszönhetően ebben a Trump a 2016-ban erős volt. Most lesz, nyilván majd meglátjuk. Atlantában egyébként csend és béke honol? Igen. Tehát ugye, amikor elkezdődött az egész, akkor az első napokban voltak nagy balhék, tehát rendőrautókat gyújtogattak, illetve a CNN-t és az egész belvárost így széttúrták, meg szétdulták, meg voltak fosztogatások, fegyverboltot is kifosztottak, tehát hogy az elég súlyos volt a helyzet, de utána másnap szinte a Brian Kemp kormányzó tett válsághelyzetet, és ezzel párhuzamosan 3000 nemzeti gárdának 3000 tagját behívta a rendőrök mellé segítségként, és így szépen fokozatosan, illetve azzal, hogy éjszakai kijárási tilalmat rendeltek el, ezzel szépen fokozatosan sikerült a szélsőséges elemeket kiszorítani, letartóztatni, illetve visszaszorítani ezt a jelenséget, és onnantól kezdve már inkább békés tüntetések voltak. Van például olyan néhány filmkocka, ahol a Nemzeti Gárda tagjai táncolnak a tüntetőkkel, tehát hogy itt ez ilyen déli hangulatúra sikerült. Akkor ilyen fesztivál hangulattal csapott át a demonstráció, jó, hát még a kellemesebbik variáció. Nagyon szépen köszönjük akkor, Balázs, vigyázzatok ott kint magatokra, minden jót kívánunk. Köszönjük én is. Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Témánk továbbra is a Floyd hatás, az Amerikai Egyesült Államokban lévő tüntetés hullám, az amerikai elnökválasztás jelenlegi helyzete. Vendégünk pedig a témában Csizmazia Gábor, Amerika szakértő, akit szeretettel köszöntök. Szépen kívánok! Nos, hát ugye rendőri túlkapások, brutalitások, hát eddig is voltak az Egyesült Államokban. Lehet-e már nagyjából megfogalmazni azt, hogy George Floyd esete mitől robbant most ekkorát? Ugye részben van egy lappangó
tulajdonképpen mondhatjuk, hogy több évszázados probléma, hogy az Egyesült Államokban az afroamerikaiak integrációjával kapcsolatban. Ez általában a fehérek és a színes bőrűek egymáshoz való viszonyával kapcsolatban. Uh-huh. Ugye ebből a szempontból ez folyamatosan levegőben volt. Ilyen tekintetben George Floyd esete kegyeletsértés nélkül nem kirívó, mert hogy volt már precedens, nem is kell annyira korábbra visszanyúlni. Úgyhogy egyrészt volt egy ilyen lappangó probléma, amit ugye nyilván most mondhatjuk azt, hogy volt afroamerikai elnök az Egyesült Államoknak, ugye Barack Obama személyében, van nagyon szép karriereket futottak be különböző pályákon afroamerikaiak és színesbőrűek, de ettől függetlenül létezik egy társadalmi egyenlőtlenség az Egyesült Államokban. Uh-huh. A szociológusokra a kutatók azonban persze nem értenek egyet a tekintetben, hogy ez mennyire jelent szisztematikus, tehát rendszer szintű rasszizmus. Igen. Erről szólt tulajdonképpen most a vita, ami a George Floyd esetet még inkább előtérbe helyezte, az nyilván a média visszhang, hogy a probléma itt igazából ott van, hogy, és ez tényleg mindenkit érintő probléma az Egyesült Államokban, hogy az idézőjelben már ismert, és gyakorlatilag ismert, ugye afroamerikai színesbőrűek viszonyának a feszültségén túl, ezen kívül még rátevődött még egy probléma, ehhez kötődően az amerikai identitásnak a problémája. Az amerikai identitás az elméletileg ugye a kivételesség, az amerikai intézmények bevetett hitefajta, tulajdonképpen liberális nacionalizmus vagy nacionális liberalizmust jelent. Ez tulajdonképpen egy általánosan jellemző jelenség az Egyesült Államokban, évtizedek és századok óta mondhatjuk, uh-huh. viszont megjelentek olyan gondolatok az elmúlt években, amelyek azt mondták, hogy igazából ez alapjaiban fals, ez nem igaz, és hogy újra kell hát revizionálni, újra kell gondolni ezeket a korábban alapvető igazságoknak hit tételeket. Erről is zajlik egy vita. Na erre erősít rá George Floyd jelenség, uh-huh. amikor a különböző mozgalmak összefüggésbe hozzák a George Floyd elleni rendőri erőszakot ezekkel a szisztematikus elképzelésekkel. Tehát, hogy akkor mondhatjuk, hogy egyfajta identitásválság is most így berobban tulajdonképpen? Kultúrháború mindenképp, tehát mindenképp van egy vita az Egyesült Államokban arról, még hogyha nem is minden, az élet minden területén nem is látens, de van egy ilyen vita, hogy most tulajdonképpen az Egyesült Államoknak a társadalma az büszke lehet-e azokra a vívmányokra, amelyeket politikai, ideológiai egyenlőség terén elért vívmányokra, amelyekben hát hivatalosan tulajdonképpen úttörő, tehát a szabad világnak a vezetője, ugye ez alapvetően a fő kép az Egyesült Államokról. Ugye ilyen tekintetben van egy vita az Egyesült Államokban. Az említett, csak az afroamerikaiaknál maradva például, ugye ez egy gondolat, vagy egy szisztematikus újragondolása az Egyesült Államok történetének, hogy olyan szinten az afroamerikaiak, tehát a feketék rabszolga munkájára épült eleinte az Egyesült Államok, hogy tulajdonképpen kéz a kézben jár a kettő, tehát a rabszolgatartás és az Egyesült Államok története az kéz a kézben jár, és hogy igazából az alapító atyák azok bármennyire is voltak előrelátóak, ugye egész jó alkotmányt írtak, ezt nem kellett módosítani, kiegészítgetni kellett, de módosítani, átírni az alkotmányt alapvetően erre nem volt szükség, tehát hiába voltak előrelátóak az alapító atyák, tulajdonképpen az ő kezük is és moskos vagy sáros. Ugye Thomas Jefferson az egyik legliberálisabb alapító atyát szokták felhozni, akinek szintén voltak rabszolgái. Most felmerült egyébként az Egyesült Államokban az a gondolat is, hogy egyes helyekről elmozdítsák az ő tiszteletére állított szobrokat. Tehát itt tényleg a történelemnek az újraértelmezéséről van szó. Uh-huh. Nagyon veszélyes dolog. Igen, ezt látjuk ugye, hogy így szobrokat döntenek le, ugye Kolumbusz Kristófot is utolérte. Ez, hát meglátjuk, hogy ez hova fut ki, és hát ugye pláne izgalmas a helyzet abból a szempontból is, hogy az elnökválasztás küszöbén állnak, de még akkor visszatérve például a rendőrségre, ugye hát most egyre inkább a rendőrség tűnik fel a rossz fiú szerepében, ugye többen az egész rendőrség feloszlatását is követelik, illetve a finanszírozásuknak a csökkentését. Várhatóak érdemi reformok a rendőrség működésében? És szükségesek?
Elképzelhető, hogy lesznek reformok, azért nem lehet megmondani, hogy érdemi reformok válhatók lennének. Én szkeptikus vagyok, én azt mondanám, hogy nem. Uh-huh. Egyszerűen azért, mert azok, akik tüntetnek a rasszizmus ellen, illetve a rendőri erőszak ellen, zárván megjegyzem részben és teljes egészében jogosan, de a fő probléma itt igazából a túlzott rendőri erőszak volt George Floyd esetében. Ha ez fehér emberrel történik meg, ugyanúgy probléma lenne. Az más kérdés, hogy nem biztos, hogy kapott volna ekkora média visszhangot, de egyébként ugyanez a probléma lett volna, hogy hát indokolatlanul alkalmaztak komoly erőszakot. Én azért vagyok szkeptikus, hogy érdemi változás történne, mert egyrészt a rendőröknek a szakszervezete ezt nem hagyná annyiban. Másrészt pedig ugye az a gond, hogy akik tüntetnek részben jogosan, részben túlgondolva az esetet, tehát tüntetnek akár békésen, akár agresszívan tüntetnek, tehát itt mindenkire gondolok, akik az utcára mennek, nem mindig fogalmaznak meg kézzelfogható konkrét követeléseket, hogy egész pontosan mit szeretnének. Egy-kettőt ki lehet venni, ezeknek egy része radikális, ahogyan is említette a rendőrség feloszlatását, az nyilván nem megoldás. Hoznak fel egyébként a sajtóban egy-egy esetet kisvárosokból, hogy ott korábban hogyan oszlatták a rendőrséget, csúsztatás, mert nem feloszlatták, hanem újra szervezték. Tehát gyakorlatilag megszüntették a korábbi finanszírozást, és bevezettek helyette egy kisebb és más szabályokon működő, de mégiscsak egy rendszert tartó erőt. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon nehéz érdemi változásról beszélni, hogyha konkrét kézzelfogható javaslatok még nincsenek. Uh-huh. Mennyire valós probléma ebből a szempontból a fegyvertartás kérdése, mert sokan ugye összeszokták hozni azzal, hogy a rendőrök azért is lépnek föl ilyen brutálisan és agresszívan, mert hogy ugye az emberek nagy részénél fegyver van, és sokszor igazából attól tartanak, hogy lelövik őket. Így van, ez egy külön kérdés, a fegyvertartás általában, bár valóban érdekes, tehát ide tartozik, ide köthető, de külön kérdésként szokták kezelni, mert hogy ez alapvetően feketéket és fehéreket, illetve színes bőrűeket és fehéreket egyaránt érint. Azért igazából relevanciája ennek talán akkor lesz, akkor fogják beemelni várhatóan a diskurzusba a fegyvertartásnak a kérdését, ugye mindig visszatér azért az amerikai közbeszédben, de itt jelen esetben valószínűleg akkor fogják visszaemelni a köztudatba, pont akkor, amikor a rendőrséget, ha úgy tetszik, ellehetetlenítik. Tehát, hogyha egy adott városban feloszlatják a rendőrséget, vagy egyszerűen csak azt az utasítást kapják a rendőrök, hogy ne lépjenek fel határozottan nem a békés, hanem nyilván az agresszív tüntetőkkel vagy rongálókkal szemben. És láttunk ennek elejét, tehát a magyar sajtóban is, médiában is megjelentek olyan képsorok, ahol a rendőr a sisakjával ütötte az egyik tüntetőt, tehát nem a fegyvert vette elő, hát egyszerű, azért nem, mert nem akar őrszembe jutni. Tehát nem akarta azt, hogy a végén még ő legyen, úgymond a hibás. Tehát nagyon egyre nehezebb fenntartaniuk a rendet, mert hogy ők is egyre inkább vonakodnak fegyvert alkalmazni, pont az ilyen eseteknek az elkerülése véget. Szóval, hogyha ez a tendencia így folytatódik, és a különböző boltosoknak, illetve magánszemélyeknek meg kell, hogy védeniük magukat, akkor valóban megint előkerül ugye a második alkotmány kiegészítés, hogy hát, hogyha a rendőrség meg az állam képtelen arra, hogy engem megvédjen, akkor majd eltalálták ki a második alkotmány kiegészítést, akkor fogom is megvédem saját magam, mert így előkerülhetne bizonyos esetek, amelyek újra napirendre hozzák a fegyvertartás, illetve hordásnak a kérdését. De azért ez mondhatjuk, hogy veszélyes játék abból a szempontból, hogy most ha nem is lesz átfogó reform mondjuk a rendőrség működésénél, azért biztos van egy olyan pszichés hatása a rendőrökre nézve, hogy most aztán, hát gondolom, nincs az a rendőr, aki egy bizonyos, akár indokolt helyzetben azért gyorsan előmeri rántani a pisztolyát, és olyan határozottabban felmer lépni mondjuk tényleg valós bűnözőkkel szemben. Igen, erre vannak statisztikák egyébként, hogy mennyire reprezentatív, ez már egy más kérdés, de különböző egyetemnek, jöttem a Harvard Egyetemen is készítettek olyan statisztikát, még korábban a jelenlegi esettől függetlenül, hogy mennyire valószínűsíthető, hogy fegyvert rántanak, vagy hogy erőszakosan lépnek fel a rendőrök, és akkor egy különböző a permutációkat futtattak végig, hogy fehér rendőr, fekete bűnekövető, vagy akár csak gyanúsítottal szemben, fekete rendőr, feketével szemben, stb. Ez egy különböző permutációkat futtattak le, és az egyik következtetés, vagy egyik igen, a következtetés az az volt, hogy nyilván van egyfajta gátló tényező a rendőrök részéről abban, hogyha
nyilvánosságra kerülnek az ilyen ügyek, vagy hogyha adott esetben visszaütnek ezek az ügyek. Nem a rendőröket, nem a túlzott erőszakot akarom védeni, félreértés ne essék, de kétségkívül valamilyen szempontból korlátozza a rendőröket. Érdekes egyébként, mert adott esetben a potenciális, tehát nem mindenki, de a potenciális bűnelkövetőket, vagy bűnelkövetőket is korlátozhatja. Ugye alapvetően amit az egyik tanulmány, amire jutott, az az volt, hogy ugye a kamerák, amiket a rendőrök magukkal visznek, és felvételt készítenek magáról az igazoltatásról, tulajdonképpen ezek is egyfajta elrettentő elrettetésként szolgálhatnak, és elképzelhető, hogy adott esetben pont, hogy inkább együttműködésre késztetik a gyanúsítottak, most függetlenül attól, hogy most bűnös vagy sem, illetve attól, hogy a rendőr hogyan viselkedik, de ugyanez igaz fordítva is. Tehát abból a szempontból van egyfajta vonakodás a rendőrök részéről, hogyha bizonyos esetek szelektávak nyernek nyilvánosságot, akkor az nyilván az ő munkájukat is negatívan tudja érinteni. Csak egy konkrét példát mondanék még, bár valószínűleg a sajtóba értesültek róla, hogy Buffalo-ban ugye volt az eset, amikor egy békés tüntetőt fellöptek a rendőrök, ugye körbejárt a világot ezek a képsorok. Ugye két megjegyzés, az egyik az az, hogy ez egy fehér illető volt. Igen. Nem tudjuk, ezt tudjuk a nevét, de alapvetően nem kapott akkor a nyilvánosságot, mint mondjuk más afroamerikaiak. Tehát itt csak visszautalnék arra, hogy miért kapott nagyobb médiafigyelmet adott esetben, akár George Floyd esete, akár más afroamerikaiak esete. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy miután ugye azt mondták ezeknek a rendőröknek, akik fellöpték, illetve ott hagyták ezt az embert, hogy egyrészt kirúgják őket, másrészt 7 év börtönre számíthatnak, többen is a buffalói rendőrök közül felmondtak szolidaritásból részben, másrészt azért, mert hát, hogyha ezt látják, hogyha így nem tudják végezni a munkájukat, és most persze túlzáshoz fölökni az illető, félreértés ne essék, de hogyha ilyen szinten, ilyen következményei vannak egy-egy intézkedésnek, akkor az nyilván az ő mindennapi működésüket is behatárolja. Világos, igen. Akkor egy kicsit áttérve így a elnök választási esélyekre, ugye hát az már talán köztudott, hogy Donald Trumpnak nem tett jót annyira ez az időszak, egyik csapás a másik után, talán mondhatjuk így a koronavírus így után, most ez az egész Floyd áradat. Viszont megunta a bezártságot és kampányüzemmódba kapcsol, hát nehéz lesz így föltornáznia magát, hogy látja. Igen, egy kicsit nehéz lesz már, hogy alapvetően nyilván van egy szokásos ellenszél mondjuk a sajtó egy jelentős részétől, legalábbis a liberális sajtó egy jelentős részétől. Ami igazából neki talán jobban fáj, nem is annyira ezek a mostani tüntetések, bár ez is nyilván, az rövid távon ez nyilván fáj a Trump kampánynak. Ami sokkal komolyabb sebet üt rajta, az a koronavírus is, illetve azáltal előidézett közel 30-35 millió munkanélküli. Tehát az sokkal jobban fáj, hogyha a gazdaságot nem tudja helyrehozni, illetve nem tudja valamilyen szinten megfordítani a helyzetet és javítani a munkanélküliségi rátákon, akkor alapvetően tényleg szorult helyzetbe kerül. Az afroamerikaiak esetében mostani tüntetések is ártanak neki rövid távon, azért kell ettől kevésbé tartania, mert egyrészt, mint mondtam, nincsenek konkrét igények megfogalmazva több esetben a tüntetők részéről. Az azt jelenti, hogy előbb-utóbb, ha úgy tetszik, hát elfogy a lendületük. Tehát ezt nem lehet a végtelenségig csinálni, előbb-utóbb egy konkrét kézzelfogható program kell, vagy cél kell. Másrészt pedig, ugye alapvetően ez a demokraták malmára hajtaná a vizet, csak az a probléma, hogyha elültetik ezt a gondolatmenetet, vagy ezt a narratívát, amit én mondtam korábban, hogy nagyon veszélyes, hogy szisztematikus rasszizmus van az országban, akkor az előbb-utóbb ez ugye hát visszanyalafagyi, mert ugye egy demokrata jelölt sem fog tudni változtatni. Tehát ebből a szempontból ez egy kontraproduktív folyamat azoknak, akiknek most éppen kedvez Donald Trump ellenében. Ezért mondom, hogy sokkal inkább többeki maladba a gazdaság állapota, a munkanélküliségi ráta, elsősorban ezekre érdemes továbbra is építeni, már csak azért is, mert eddig is ez volt a legerősebb fegyver a kezében, hogyha esetleg érvelni kellett ugye az újraválasztását illetően. Tehát akkor a kampány inkább a gazdaságról fog szólni, kevésbé például az antirasszista törekvésekről, mert akár az vissza is üthet. Nem feltétlenül, tehát az elképzelhető, hogy a közbeszédben a tüntetések fognak előtérbe kerülni. Igazából itt attól függ, hogy a sajtó, tehát a média melyik kérdést helyezi előtérbe. Aha. De az nem biztos, hogy ez fog sokat nyomni a latba. Tudom, az ellentmondásnak tűnik, de mondok egy korábbi példát, egy távolabbi, de hasonló példa, hogy amikor 2004-ben újraválasztották az ifjabbi Bush elnököt,
akkor elméletileg, hát bocsánat, ezt mondja, de nem lett volna szabad nyernie olyan értelemben, hogy a sajtóból, meg mindenhonnan, nemzetközileg is, ugye alapvetően nagyon hangosan dőlt a teljesen jogos kritika az iraki háborúval kapcsolatban. Ugye addigra kiderült, hogy nincsenek tömegpusztító fegyverek Irakban, kiderült elég sok minden, és abszolút népszerűtlen minden mai napig a háború, és lám mégis újra választották. Miért? Mert noha ezek voltak a domináns kérdések a közbeszédben, a választók, akik ténylegesen ugye döntöttek, azok viszont nem ezen megfontolások alapján mentek el szavazni, mint általában a külpolitikával kapcsolatban nem mennek el, hanem munkanélküliség, konkrétan Ohioban mi a helyzet mondjuk a munkanélküliség rátával kapcsolatban. Hát a saját kis életük sokkal programok. Jobban érdekli őket, gondolom. Így van, és ezért mondom, hogy a gazdaság az ebből a szempontból relevánsabb lehet, mint maguk a tüntetések, főleg akkor, hogyha a tüntetések, még egyszer mondom, most nem a békés tüntetésekről beszélek, hanem a túlkapásokról, hogyha azok kontraproduktívak lesznek, akkor előbb-utóbb az visszájára foghatni akár a demokratáknak, vagy akár általában azok számára, akik szimpatizálnak egyébként érthetően nemes céllal. És akkor már csak tényleg a záró kérdés, demokrata oldalon Joe Bident elkönyvelhetjük már akkor a demokraták elnökjelöltjének? Így van, technikailag ugye Bernie Sanders még most már mondhatjuk már ugye hetekkel, hónapokkal ezelőtt ugye úgy lépett vissza, vagy úgy lépett hátra Joe Biden javára, hogy egyértelműen a támogatására biztosította, de ugyanakkor meg ugye hivatalosan a konvenció, tehát a demokrata párt nemzeti konvenciójáig azért még számolják az elektori szavazatokat. Ugye részben ez azért teszi Bernie Sanders, hogy azért nagyobb tehát jelet küldjön a demokrata párt, meg általában a szavazók felé, hogy ó, egyébként én egy erős jelölt lennék, mert ennyi és ennyi elektronikus szavazatot összeszedtem volna. Ugye ne feledjük, hogy őtől legutóbb elvették a jelöltséget, még Hillary Clintonnal szemben. Másrészt pedig ugye azt is, tehát alkupozícióba is akarja tenni magát, hogy az ő támogatását azt majd valahogyan programpontokká tudja váltani majd a hivatalos Biden kampányban. Tehát Biden lesz a jelölt. A fő kérdés igazából az, és ez nagyon érdekes kérdés, hogy ki lesz az ő alelnök jelöltje. Általában ez nem érdekli az amerikai közéletet. Biztos, hogy egy afroamerikai hölgy, elnézést, hogy belevágok. Igen, gyakorlatilag most legvalószínűbb, így van, de azért érdekes az alelnök jelölt kérdése, mert általában ezzel nem foglalkoznak, viszont majd a közbeszédben, és az alelnök jelöltnek alkotmány alapján nem sok mozgástere és ráhatás van a folyamatokra, de egyre látensebb, egyre jobban látható, hogy Joe Bidennek a karakterére, tehát életkorából adódóan a felkészültsége, az nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy akár 4 évet hatékonyan kihúzzon. Ezért már sokan spekulálnak azzal kapcsolatban, hogy igazából ő csak előkészíti a terepet az ő utódának. Ezt ő maga is tett ilyen kijelentés. Úgyhogy itt Joe Biden lesz a jelölt formálisan, de nem is annyira Joe Biden a kérdés, hanem az, hogy Bernie Sanders hogyan tudja érvényesíteni az elképzelését a Biden kampányban, illetve Bidennek az alelnöke, az pontosan milyen programot, milyen elképzeléseket képvisel, mert ez releváns lehet még később. Hát kíváncsian várjuk. Nagyon szépen köszönjük a szakértést Csizmazia Gábornak. Minden jót kívánunk, viszonthallásra. Köszönöm, viszonthallásra. Középpont. Más megvilágításba helyezzük a világ eseményeit. Továbbra is a Floyd hatása témánk, és vendégünk Jeszenszky Zsolt, politikai hobbista, újságíró. Szervusz Zsolt, szeretettel köszöntelek itt a Hit Rádióban. Jó napot, üdvözlök mindenkit! Nos, hát azt látni, hogy ez a Floyd hatás elérte már a médiát, a kultúrát, szobrokat dönt le, alkotásokat dönt le, filmeket, sorozatokat tiltanak be, lehet, hogy csak átmeneti időre, de akkor is. Neked úgy tudom, elég markáns véleményed van erről a jelenségről. Miről szól ez szerinted? Én nem tudom, hogy az én véleményem markáns-e, vagy én csak megfogalmazom azt, amit minden épésszel gondolkodó ember gondol, csak esetleg nem mer kimondani ebben az egészen szürreális környezetben. Vagy nem tudja ilyen jól megfogalmazni. Szerintem még megfogalmazni is meg tudnák, csak egyszerűen az emberek félelemben élnek, és ugye nem abban a félelemben, amiről a média mindig beszél, hanem egy valós félelem, hogy nem mondhatunk ki bizonyos dolgokat, nem beszélhetünk bizonyos dolgokról, ezek a bizonyos dolgok pedig a valóság. Tehát egész egyszerűen
olyan szintet lépett már ez az úgynevezett liberális újbeszél, vagy liberális kánon, hogy mikről lehet beszélni, és mikről nem, hogyha valaki ellent mer mondani azoknak az egészen elképesztő elmebeteg gondolatoknak, amik elharapódtak a világban, azt jelöl rögtön lerasszistázzák, nácizzák, megbélyegzik mindenfélével, holott pusztán csak azt mondja, hogy a fű zöld körülbelül. Uh-huh. Tehát ma már nem mondhatjuk ezt, mert az ugye rasszista, hogyha azt mondjuk, hogy a fű zöld. Mi az, amit szerinted ebben az ügyben mindenképpen ki kell mondani? Mindent. Én azt gondolom, hogy mindent ki kell mondani, mert hogyha a hallgatás, a meghunyászkodás, a katasztrofális dolgokat vezet, ezt a történelem során rengetegszer tapasztalhatunk. Uh-huh. A Tucker Carlsonnak a Fox News-ban volt most egy nagyon-nagyon jó, neki ilyen nagyon jó monológiai eszbefuttatásai vannak a képernyőn hetente, naponta nagyon sokszor, és pont erről beszélt, hogy amikor engedünk a nyomásnak, amikor nem szólalunk fel, az egész egyszerűen a nácizmushoz vezet. És ahogy Ronald Reagan is megmondta, hogy ha a fasizmus, a nácizmus valaha eljön Amerikába, az a liberalizmus képében fog eljönni, hát az a helyzet, hogy itt van. Uh-huh. Hát én nem... A szobor döntögetés, uh-huh. a könyvek, sorozatok, filmek betiltása, ez egész egyszerűen ez a nettó fasizmus. Uh-huh. Nem tudom Amerikában mennyire hangos az ellenvélemény, ugye ez az rasszista kérdés nagyon érzékeny pontja a társadalomnak, úgyhogy talán ennek is tudható be ez a kicsit hallgatás. Hát igen, mert ugye a rendkívül erőszakos kultúrfölényben lévő baloldal Amerikában ugye mindenre rátette a kezét, az oktatásra, a zenére, filmre, mozira, tehát a kultúra minden területére, és ugye ahogy Andrew Breitbart mondta évekkel ezelőtt, még nem sokkal a halála előtt, hogy a kultúra, hogy a folyó az a kultúrától folyik a politika felé, ugye ez azt jelenti, hogy ha aki uralja a kultúrát, az uralja a politikát. Hm. Ugye a politikai végrehajtó hatalom, illetve a törvényhozó hatalomnak a fele, tehát a szenátus, illetve az elnök, az jelenleg a republikánusok kezében van, de gyakorlatilag ez az egyetlen hatalom, amivel a jobboldal Amerikában rendelkezik, minden más, a bírói hatalom, a most már az erőszakszervezetek feletti hatalom, és hát a legfontosabb a kulturális hegemónia az teljes mértékben a baloldal kezében van, és ők irány a médiáról nem is beszélve, és ugye ők irányítják a közbeszédet. Tehát az emberek azt hallják folyamatosan, hogy nekik mit kell gondolni, mert ha nem ezt gondolják, akkor ők nem csak hogy meg lesznek bélyegezve, de konkrétan elveszítik az állásukat. Egy NBA, tehát egy kosárlabda kommentátor azt merte mondani valamikor a meccs közvetítés közben, hogy all lives matter, vagyis hogy minden élet számít. Uh-huh. Ezért kirúgták a munkahelyéről. Egy fekete aktivista, ugye van a, mert egyébként tegyük hozzá, hogy a feketék körében van egy nagyon-nagyon erős és egyre erősödő konzervatív gondolkodás, ugye rengeteg nagyon közismert szereplő, Candace Owens, David Harris, Terence Williams, nagyon sokan vannak, akik nem csak a közösségi médiában vannak nagyon erősen jelen, hanem komoly eseményeket is szerveznek, van egy Brexit nevű mozgalom, amelyik pontosan azt mondja, hogy a demokraták hagyják már el az ültetvényt, mert ugye a feketék, mert ugye a demokraták továbbra is az ültetvényen egyfajta titkolt rabszolgaságban tartják őket, uh-huh. hogy etetik nevelik a sok propagandát, azt mondják, hogy ők áldozatok, okay. ezért szavaznak a demokratákra. Beskatujázták őket ebbe a képbe. Pontosan. Szavazzanak a demokratákra, mert ők majd felszabadítják őket ezzel az elnyomó fehér társadalom felől, és rájuk szavaznak a demokratákra, és semmi nem történik. Évtizedek óta, tehát a demokraták semmit nem csinálnak, nekik a fekete szavazatok kellenek. Valójában egyáltalán nem érdekli őket a feketék helyzet, csak a saját hatalmuk. És ugye a Candace Owens-ék ezt a Brexit mozgalmat pontosan ezért hozták létre, hogy térjenek észre a feketék, és jöjjenek el a demokratáktól. És volt egy nagyon-nagyon fontos találkozójuk Washingtonban néhány hónappal ezelőtt, ahol azért a különböző meghatározó fekete vezetők, politikai aktivisták, véleményformálók, nagyon értelmes, művelt, okos emberek összegyűltek, és tartottak egy konferenciát, amin találkoztak természetesen Trump elnökkel is. Az egyik ilyen aktivista szereplő egyébként egy sikeres modell volt, akivel az ügynöksége szerződést bontott azért, mert Donald Trumpot támogatja. Tehát ez történik ma Amerikában. Elképesztő. És akkor hogy látod, hogy így az amerikai társadalomra hat például ez az új konzervatívabb irányzat? Hat, mindenképpen hat, és ez az egyetlen dolog, ami
némi bizakodásra ad okot, mert egyébként ami Amerikában történik, az most már tragikus. Tehát az már a tragikomikus szintet is túlépte, egész egyszerűen tragikus, ami ott történik. Az egyetlen remény, hogy ez az új konzervatív vonal, amelyik egyébként tényleg nagyon erősödik, és komoly támogatottsága van a lakosság körében, hogy ez fel tudja venni a harcot. A probléma az, hogy ez a harc, ez könnyen elképzelhető, hogy fegyveres harcba, ne adj Isten, polgárháborúba fog torkolni. Mert hogy ugye Amerikában a lakosság jelentős része fel van fegyverezve, szabad fegyverhasználat van. Ami ebben az esetben nagyon hasznos, és nem véletlenül találták ki ezt az alapító atyák, amikor ugye létrehozták az amerikai alkotmányt, aminek az egyik legfontosabb eleme is a szabad fegyverviselés, ugyanis annak pontosan az a célja, hogy a hatalom esetleges túlkapásaival szemben, a diktatúrával, a totalitarizmussal szemben a lakosság meg tudja védeni magát. Uh-huh. És hát látjuk, hogy lassan erre lesz szükség, mert egy totalitárius diktatúra jön létre, ahol most már fegyveres erőszakszervezetek, mint ugye az Antifa, a Black Lives Matter, terrorizálják a lakosságot, természetesen a szabadság meg az egyenlőség nevében, döntik le nem csak a szobrokat, de égetik föl a városokat, tesznek tönkre vállalkozásokat, ráadásul pont olyan környékeken, ahol rengeteg feketének van üzlete, mert nem a Beverly Hills-i elit negyedekben fosztogatnak, ahol a Beverly Hills-i elit lakosok ugye nagy mellénnyel meldöngetve támogatják a tüntetőket, a fosztogatókat, kifizetik helyettük az óvadékot, amikor letartóztatásra kerül sor. Nem náluk fosztogatnak, mert akkor rögtön a rendőrséget hívnák ők is, most persze mondják, ugye ez a legújabb trend, hogy oszlassák fel a rendőrséget, vegyék el a költségvetési támogatást. Ezek a fosztogatások pontosan azokon a negyedekben zajlanak, ahol alacsonyabb társadalmi státuszú emberek élnek, dolgoznak, működtetik a vállalkozásaikat, jelentős részükben feketék. Tehát pontosan az ő megélhetésüket teszik tönkre ezek a feltűzelt, természetesen irányított ilyen már belföldi terrorista szervezetként működő alakulatok, és hát ezekkel szemben a józan gondolkodású, normális lakosság, aki ráadásul fenyegetve érzi magát, viszont van fegyvere, előbb-utóbb biztos, hogy vissza fog lőni. Hát reméljük, azért nem ez lesz a mostani helyzetnek a kimenetele, hanem inkább eltűnnek és elhalnak ezek a randalírozások, bízunk benne. Nagyon szépen köszönjük, Zsolt, hogy megosztottad ezeket a gondolatokat, minden jót kívánunk neked is, szia! Köszönöm a lehetőséget, én is minden jót kívánok!